Brüsszel pénzén csinosítják azt a falut Tokaj hegyalján, ahol borászata és pálinka főzdéje is van Mészáros Lőrincnek. Szintén uniós támogatásból épül végül meg a sátoraljaújhelyi függőhíd is. A milliárdok papíron a gazdaság fejlesztését szolgálják. A látogatóközpont helyét már kialakították, a teherlift a helyén. A 700 méter hosszú függőhíd a Szárhegyet és a Várhegyet köti majd össze Sátoraljaújhelyen. A turista látványosság megépítését 2,5 milliárd forinttal támogatja a kormány olyan uniós pénzből, amely a gazdaságfejlesztést szolgálja. A kisváros polgármestere nem állt kamera elé. Egy korábbi interjújában azt mondta, hogy a függőhíd munkahelyeket teremt és növeli Sátoraljaújhely versenyképességét. A Demokratikus Koalíció látványberuházást emleget. Emiatt, a beruházás miatt nem lesznek új munkahelyek, nem fogja megoldani a térségnek a problémáját, az emberek problémáját ez a beruházás. Már maga az felháborító, hogy közel 78 millió forint volt a pályáztatásnak az összege, ennyivel lett ugyanis befutó az a pályázó cég, aki megterveztette ezt a köztudatban üveghídként elhíresült függőhidat. Mi azt gondoljuk, hogy ezt a 78 millió forintot is lehetett volna inkább a sátoraljaújhelyi éhező gyermekek megsegítésére fordítani. A kormány eredetileg úgy számolt, hogy a sátoraljaújhelyi, a Bodrogkeresztúri és a telkibányai turisztikai fejlesztésekhez a magyar adófizetők pénzéből járul hozzá. A friss kormányhatározatban viszont már az Európai Uniós források szolgálnak fedezetül.